Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége regionális küldöttgyűlést tartottak. Végig kísérheti kedvencük utolsó útját a gazdik. Kegyeletteljes szolgáltatás a kisállattartóknak. Felújítás. Helyrehozták a támfalat Szekszárdon. Nem nézik le ellenfelüket. Csütörtökön kezdi meg szereplését a Paksi FC az Európa Ligában. A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének regionális küldöttgyűlését tartották meg Szekszárdon. Az eseményen beszédet mondott többek között Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára, aki a közös agrárpolitika állattenyésztést érintő intézkedéseiről számolt be. Szavazzunk a kiküldött napirendi pontokra, aki azokat elfogadja, kérem emelje fel a tábláját. Köszönöm szépen. A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége a legnagyobb sertéságazati szakmai szervezet Magyarországon. Feladata a sertéstartók munkájának segítése. A szervezet az állatjelöléseket is koordinálja hazánkban. Ezért egy olyan fontos szerepet is tölt be, hogy ugye az egész világban, főleg a sertéságazatot érintő módon a sertéspest is az egyik legjelentősebb állatbetegség, és ennek maga a nyomonkövetés, az ellene való védekezés, a telepi higiénia, a felelős állattartói magatartásoknak az elősegítése, támogatása, ez a fő feladata ennek a szervezetnek, és itt a 7 régió van az országban, és a 4 régiónak a regionális küldöttgyűlése az itt Szekszárdon lesz megtartva. Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára többek között az állattartó telepek korszerűsítésének lehetőségeit ismertette előadásában. Van egy közös agrárpolitikai stratégiai tervünk, ami képes meghatározni egészen 27-ig, vagy még ott is van 2 év átmeneti időszak, egészen 2029-ig a hazai agrárium, a magyar mezőgazdaság vagy a vidék fejlesztésének lehetőségeit. Ez több mint 5300 milliárd forint. Az állattenyésztésre 200 milliárd forintos keretösszeggel hirdetnek pályázati felhívást. Amiből legalább 150 milliárd forint érték a nagy telepek fejlesztésére, komplex állattartó telepeknek a megújítására, fejlesztésére, és van egy kisebb léptékű, ami legalább 50 milliárd forint. Ugye, ha mind a kettőhöz hozzáteszik, hogy legalább, akkor arra utal következtetni, hogy ez egy előre meg nem becsült keret, mindig így hirdettük az előző időszakban is a 200 milliárd forinttal. A helyettes államtitkár úgy fogalmazott, nehéz olyan pályázati felhívást készíteni, ahol egy kisléptékű egyéni vállalkozó olyan vállalásokat tud tenni, mint egy ZRT. Ma már egyre több kisállattartónak fontos, hogyan búcsúzhat el elpusztult kedvenceitől. A szeretett kutyus, macska vagy más kisállat végső búcsúztatását könnyíti meg a pécsi kisállathamvasztó. Az ügyfeleiknek külön várakozót alakítottak ki, hogy végigkövethessék a kisállatok útját. Tappancs lenyomatok a kerámia edényeken, az egyiken még egy lánc is van, tappancs medállal. Ezen a másik edényen szívet formál egy cica sziluettje. Ezek olyan tárolók, amikben az egykori kedvencek földi maradványait őrizhetik meg a gazdik. Ebben a különleges kisállat honvasztóban az állattartók megvárhatják, míg kedvencük nyughelyére kerül. Próbálunk minél személyesebb kontaktust felépíteni az ügyfeleinkkel. Elmegyünk a kis állatért, elszállítjuk őket a telephelyünkre, akár ők is elhozhatják és részt vehetnek itt a hamvasztás folyamatában. Végig kísérhetik, hogy hogyan és mi történik. Van direkt egy várótermünk, amit kialakítottunk, és akkor itt kényelmesen meg tudják várni, akik messzebbről is érkeznek. Nem kell kétszer jönniük, itt végig kísérhetik ezt a folyamatot, hogy végig is biztonságban megtörténik a hamvasztás. A tulajdonos azt mondja, sokféle állattartó keresi meg őket. Mi keftelésből tartott kisállatoknak a hamvasztásával foglalkozunk legfőképpen, és állatbarátok, állattulajdonosok, kutyus gazdik, cica gazdik, de hát hamvasztottunk teknős békát, papagájt, vadászgörényt, szóval minden ilyen házi állat, kinek mi a kis kedvence, mi azokat hamvasztjuk itt kegyeletteljesen. Ez a Kemence tér, ahol a hamvasztás történik. Kisállatok tetemei kerülnek ide egy bizonyos súlyhatár alatt. De 60 kiló alattig bármilyen kisállatnak a hamvasztását el tudjuk végezni. Teljesen biztonságos folyamat, és utóégető résszel rendelkezik a gép, ami környezetvédelmileg
nagyon fontos, ugye a füstgázok és szagok ellen van egy utóégető rész, itt nem kerül ki káros anyag a levegőbe. Molnár Attila azt mondja, komplett szolgáltatást nyújtanak, amit előre egyeztetnek az ügyfeleikkel. Megbeszéljük, hogy vagy háznál lesz az esetleg a kis állatnak az altatása, vagy állatorvosi rendelőbe kell menjünk, vagy ha elhunyt a kis állat magától, akkor mi kimegyünk a megadott címre, ott felvesszük a kis állatot, felvesszük a jegyzőkönyvet és a megrendelést, és akkor elszállítjuk a telephelyünkre. Itt tudjuk hűtve tárolni, amik sorra nem kerülnek, minden esetben egyéni hamvasztást végzünk, és ahogy sorra kerül, megtörténik a hamvasztás, ami dokumentálunk, és utána visszaszállítjuk a címre, ahova kérik az ügyfelek a hamvokat a kis urnában. De akár megvárhatják a helyszínen is a folyamat végét, és akkor ők vehetik át az urnát személyesen. Ezt a helyiséget a gazdiknak alakították ki. Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik, ezt mondta egykor Mahatma Gandhi. Molnár Attila szerint ez igaz a haláluk után is. Ezért nyújtanak olyan szolgáltatást, ami méltó búcsút biztosít a gazdiknak az egykori kedvencüktől. Nyolcvannégy lakóépület gyulladt ki 2024 első fél évében Tolna vármegyében, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tüzekben 9 sérültek meg, 4 ember életét vesztette. A leggyakrabban nyílt láng használata és a fűtési rendszer hibája miatt csaptak fel a lángok. 4 otthonban szándékos gyújtogatás miatt keletkezett tűz. A 84 érintett otthon közül egyikben sem volt füstérzékelő. A rendőrség munkatársa egy közúti rutin ellenőrzéskor 50 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettára bukkantak Tolna vármegyében az egyik sofőrnél. A NAV pénzügyőrei átvették a stafétát, majd hazáig kísérték a bonyhádi férfit. Az ingatlan egyik melléképületében tartott régi bútorok, vödrök és nyillászárok mellett kíváncsiak lettek az ott szobrozó konyhaszekrények belsejére. Összesen 1010 doboz román zárjegyes cigarettát találtak a kredencekben. A férfi a cigaretta eredetéről hallgatott. A pénzügyőrök a több mint 1,5 millió forintot érő dohányterméket lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indítottak eljárást. Július 8-án 5 műszaki mentéshez vonultak a Tolna vármegyei tűzoltók. Oldalára borult egy személyautó hétfő délután Mőcsénynél. A baleset helyszínére a Bonyhád és a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A baleset egyetlen érintett utasa sértetlenül hagyta el a gépkocsit. Felújították Szekszárdon a rendőrség épülete melletti omladozó, már életveszélyes támfalat, ami rákivitelezésnek köszönhetően megőrizte a műemlék jellegét, és tökéletesen beleillik a városrész összképébe. Berlinger Attila polgármester úgy fogalmazott, a fal régóta szúrta a szekszárdiak szemét, és már elhanyagolt, méltatlan állapotot mutatott. Ahol itt állunk a vármegye háza melletti területen, egy olyan támfal rész újulhatott meg az elmúlt hónapokban, amely sajnos már életveszélyes állapotba került. Az elmúlt évtizedekben ezen a területen a fák és a gyökerek olyan módon túlburjánoztak, hogy már szinte a vasbeton szerkezetét és a téglafalat teljesen megrongálták, veszélyes állapotot hoztak létre. Szekszárd megyejogúváros önkormányzata saját költségvetéséből ebben az évben 25 millió forintot áldozott arra, hogy néhány hónap, körülbelül 150 nap alatt ezt a fal részt helyreállítsa, és méltó környezetet adjon vissza a szekszárdiaknak és az ide látogató vendégeknek, turistáknak. A kivitelezést a Kész Közúti Szolgáltató Nonprofit Kft. Végezte el kiváló minőségben, ezúton is köszönjük azt a szakértői és gyors munkát, amelyel az itt látható falat tényleg egy csodálatos állapotba hozták, varázsolták újjá. Ezzel a beavatkozással a rendőrség épülete is védelmet nyert, mivel a szomszédos területen húzódik a várfallal. Az ottani működés a rendőrkapitányság épületét is veszélyeztette már ez a rossz állapot utánfal. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos
kis szakasza, illetve egy nagyon fontos lépcsőfoka lehet annak a törekvésnek, hogy a város a történelmi belvárosi területeket próbálja meg olyan módon felújítani és méltóvá tenni, amely egy ilyen csodálatos történelmi belvároshoz illő. Annyit tudni kell még erről a támfalról, hogy ez nem a középkori várfalnak a része volt, hanem egy későbbi időszakban, a 19. században épült ide, és hát bizony ez a másfél évszázad már egy kicsikét megsínlett az állapotát. A felújítással hosszú évtizedekre újra biztonságossá vált ez a térség. A szekszárdiak jártukba, keltükbe, akár a piactér és a Béla király tér közötti sétájuk során egy nagyon szép környezetet vehetnek újra igénybe. Ezek a helyreállítási munkák nagyon fontos részét képezik annak a törekvésnek, hogy történelmi városhoz illő, de mégis modern építmények jöjjenek létre. Szerdán vörös figyelmeztetést adott ki a Hungaromet ZRT Tolna vármegyére az extrém hőség miatt. A hőmérséklet több helyen megközelítette a 40 fokot is. Az ország déli felén nagy területen 29 fok felett alakultak a napi középértékek. A bíróságok 2024. július 15-től 2024. augusztus 20-áig nyári ítélkezési szünetet tartanak Tolnában. Ez idő alatt a bíróságok a hatályos eljárási és anyagi jogi szabályoknak, valamint az ügyviteli előírásoknak megfelelően biztosítják a halaszthatatlan ügyek folyamatos intézését. A bírósági kezelőirodákon munkanaponként 9 órától 11 óráig folyamatos az ügyfélfogadás. A napokban a szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági szakképzőiskola és kollégium frissen érettségizett diákjai vettek részt nyári gyakorlaton a rendőrségen. Az első napon kutyás rendőrök tájékoztatták őket a szolgálat működéséről. A fiatalok betekintést nyertek a rendőrségnél használatos fegyverek és kényszerítő eszközök világába is. Sajtótájékoztatót tartott a Paksi FC labdarúgóklub, melynek témája a csütörtöki román kupa győztes FC Corvinul elleni Európa Liga selejtező mérkőzés volt. A csapat vezető edzője Bognár György szerint nem szabad félváról venniük ellenfelüket. Csütörtök este 7 órakor kezdi meg szereplését a második legrangosabb európai kupasorozat. Az Európa Liga selejtezőiben a Paksi FC labdarúgó együttese a román másodosztályú tavalyi kupagyőztes FC Corvinul ellen. A tolnaiak mindössze 3,5 hét alatt készültek fel a találkozóra, ennek ellenére Bognár György szerint csapata megfelelő állapotban fut neki a párharcnak. Nincs nekünk mire várnunk, hogy visszaállunk, tapogatózunk, és majd meglátjuk, hogy az ellenfél milyen játékerőt képvisel. Nincs erre időnk. Nekünk a saját játékunkat kell játszani, neki kell rúlani ennek a feladatnak, és majd meglátjuk, hogy ez hogy tud érvényesülni. A gárda természetesen a győzelemmel lenne elégedett, azonban nem nézik le ellenfelüket. Papíron nyanszni fölényünk lehet, de azt gondolom, hogy ez majd csak tényleg a pályán derül ki, hogy éppen van-e fórunk játékban, vagy nagyon küzdelmes lesz ez a párharc. Én azt gondolom, hogy fölösleges a mérkőzés előtt latolgatni, hogy mi mennyivel vagyunk jobbak, mint az ellenfél. Ilyen például nem vagyunk jobbak, tehát még nyílt ez a küzdelem, azt gondolom. A paksiak legutóbb 2011-ben szerepeltek a kupasorozat selejtezőiben, ahol akkor egészen a harmadik körig jutottak. A klubikonjának számító 25-szörös magyar válogatott csatár Böde Dániel mindhárom párosításban betalált. Az az érdekesség, hogy akkor három kört mentünk az Európa Ligába, azt szerintem most mindenki alapítaná, hogyha három kört tudnánk menni az Európa Ligába. Hát feladat adott, úgyhogy én nem is akarok ez tényleg összehasonlítani, hogy az akkorit a mostanival egy feladat van, most ezt az első lépésenből jussunk túl. A párharc romániai visszavágóját július 18-án rendezik. A csütörtöki hazai paksi meccsen teltház fogadja majd a tolnai csapatot. Mutatjuk a régió híreit. Afrikával foglalkoznak a Pécsi Egyetemen. 15 éve alapították a kutatóközpontot. Hőség megnehezíti a dolgozók munkáját a nagy meleg.
Afrika Kutatóközpont Pécset. Már másfél évtizede működik a kutatóhely az egyetemen. Vezetőjük azt mondja, szeretnének olyan ismereteket átadni az embereknek, ami valós képet ad a kontinensről. Afrika jelentősége egyre nagyobb gazdasági, politikai értelemben, így érdemes megismerni ezt a területet. A Magyar Afrika Hét rendezvényén készültek ezek a felvételek korábban. Itt jelen volt a Pécsi Egyetem kutatóintézete is, amely idén ünnepli 15 éves fennállását. A magyar társadalom Afrika tudásának a korrekt, hogy mondjam, bővítését, tágítását tűztük célul, és azt hiszem, hogy ugyan az út nem egyszerű e tekintetben, de haladunk folyamatosan előre, legyen az az Afrika Szabad Egyetem előadás sorozatunk, legyenek a kulturális, interkulturális eseményeink, legyenek a nemzetközi tudományos konferenciáink, vagy egyébként az idén 18. éve, tehát még egyébként a 15 éven túlmutató módon, megszakítás nélkül folyamatosan publikált Afrika tanulmányok folyóirat segítségével ezeknek a tudásoknak a közkincsé tétele. Kérdés, hogy miért fontos többet tudnunk erről a földrészről? A mindennapokban úgy gondolják sokan, hogy egy távoli területről van szó, aminek a jobb megismerése nem olyan fontos. De ma már ez nem így van, mondja a központ vezetője. Azért fontos Afrika, mert ma a nemzetközi rendszerben, a 21. században, 2024-ben olyan összeköttetések vannak a világban, olyan egymásra utaltságok vannak a világban, hogy az afrikai kontinens nélkül, ahol számos történés zajlik, számos ügy zajlik, amelynek hatásai lehetnek, vannak egyébként Európára, vagy a latin-amerikai térségben, Afrikára, és viszont, hiszen minden mindennel össze van kötve, egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy mi történik Afrikában. Magyarország is kiveszi részét az Európai Unió Afrikát érintő humanitárius programjaiból. Ezen túlmenően pedig ott vannak azok a békemissziók, amelyekben a visegrádi országoktól egészen mondjuk ázsiai bezárólag számos és számos ország vesz részt. Magyarországnak is ki kell vennie ezekből a szerepét és a feladatait. Meg is tesszük ezt, én azt gondolom, az irány ilyen értelemben jó, szükséges minél inkább részt vennünk egyébként ezekben a fejlesztésekben, de itt alá szeretném azt húzni, hogy csak úgy, hogy egyébként a helyiekkel közösen valósulnak meg a különböző fejlesztések. Tarrus István azt mondja, hazánk egyre határozottabban jelen van Afrikában a különböző programokon keresztül. A kutató szerint a jövőben nőni fog Afrika jelentősége a világ folyamatokban. A nyersanyagok, a piaci lehetőségek egyre jobban felértékelik ezt a kontinenst a világban. Váltott munkaidőbeosztással, korlátlan víz- és üdítőfogyasztással védekeznek a kánikulában a vendéglátóhelyeken dolgozók. A termőföldeken pedig hajnali munkavégzéssel, sok folyadékkal, szalmakalappal védekeznek a 30 fok feletti meleg ellen. Folyamatosan mennek a sütők ebben a balatonszemesi vendéglátóegységben. Fejlesztéseiknek köszönhetően azonban elviselhetőbb a hőség a konyhában. Megint nagyon meleg van. Kapcsoljuk följebb ezt az elszívót. Hát, ha jobb lesz így. Minden alkalmazottnak folyamatos vizet és üdítőt biztosítanak, így segítve a munkavégzést. Korlátlan vízfogyasztás és üdítőfogyasztás van a dolgozóinknak. Mindenki bármikor, bármennyi folyadékot fogyaszthat. Igyekszünk egy kis pihenőidőt is felváltva biztosítani mindenkinek, meg illetve ebédidőt is nyugodtan itt a hűs teraszon elfogyathatják, már amennyire a terasz hűs, illetve a beosztást is megpróbáljuk úgy időzíteni, hogy nem mindig mindenki a legmelegebb időszakban dolgozzon, mert azért délelőtt és este azért hűvösebb van egy picit. Megpróbáltunk pályázati forrásból modernizálni a gépeket az üzletben, nagyon komoly elszívórendszerünk van, ami jó pár fokkal hűti a konyhát, hiszen a meleget is kiszívja az olajokkal és mindennel együtt, az olajgőzzel együtt. Elől megpróbálunk ventilátorokkal keringetni a levegőt, más sajnos nem tudunk csinálni. Illetve napernyőnk van az üzlet előtt, amikor nagyon ide tűz a nap, azt kitekerjük, este pedig betekerjük, és éjjel is megpróbáljuk úgy lezárni az üzletet, hogy szellőzzön az üzlet, és egy picit átjárja az éjszakai hűvös levegő. Lányok! Ez pedig már a lengyel-tóti dinnyeföld, a több mint 5 hektárnyi területen a Bugyi család évtizedek óta gazdálkodik. A nagy melegben náluk is fontos a vízfogyasztás.
A földön való munka egyébként is nehéz, de ebben a hőségben természetesen még sokkal nehezebb. Igyekszünk védekezni, ahogy tudunk, szalmakalappal, hideg ásványvízzel, úgyhogy így meg tudjuk oldani, és így elviselhető, és igyekszünk, főleg a délelőtti órákban, amikor még nincs az a nagy meleg, akkor kijönni, és a napi mennyiséget lekészíteni, hogy később már a déli órákban bent tudjunk lenni, úgyhogy így védekezünk a nagy hőség ellen. Annak ellenére, hogy megpróbálják a reggeli délelőtti órákra időzíteni a munkavégzést, így is több órát töltenek a szabadban. Minimum egy ilyen 6 óra hosszát, sőt, még lehet, hogy hetet is, attól függ, mennyi dinnyét kell szedni, mennyit kell behordani, ugye mikor kell behordani, de azt is próbáljuk úgy időzíteni, hogy délelőtti órákba szedjük a dinnyét, és hogyha nem szükséges, akkor csak az esti órákba késő délután visszük be, akkor pakolunk, mert akkor azért kellemesebb a légkör, könnyebben el lehet viselni a meleget. Ez a meleg idő ugyanakkor jót tesz a dinnyéknek, a termőföld melletti elárusító helyen már egymás után érkeznek a vásárlók. Várhatóan a hétvégétől vagy a jövő hét elejétől pedig már megjelennek a zöldségesek polcain is a tóti dinnyék. Nézzük tovább a vármegye híreit még egyszer, röviden. Magyarországi Sertés Tenyésztők és Sertéstartók Szövetsége regionális küldöttgyűlést tartottak. Végig kísérheti kedvencük utolsó útját a gazdik. Kegyeletteljes szolgáltatás a kisállattartóknak. Felújítás. Helyrehozták a támfalat Szekszárdon. Nem nézik le ellenfelüket. Csütörtökön kezdi meg szereplését a Paksi FC az Európa Ligában. Csütörtökön is a déli országrészben lesz melegebb, 40 fokot közelítő hőség. Változóan napos, gomoly felhős idő lesz jellemző, dél előtt kevesebb, délután több felhővel. Kiskörzeteket érintően kialakulhatnak zivatargócok. Éjszaka többségében gyengén felhős égbolt a valószínűbb. Ismét meleg lesz a hajnal. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!